Tehát mi a Kabbalatanul című könyvből olvasunk, mondják az oldalszámot, a beszéd az Zohar befejezése alkalmából című cikkből, mondják, honnan kezdjük, még egyszer megismétlik a címet, és azt, hogy honnan folytatjuk a cikket, ugye ezt hetek óta tanuljuk most már, vagy napok óta. Tehát ez az anyag a Zohar kongresszus felkészülését szolgálja, amely februárban lesz megtartva, a Izraelben, Tel Avivban a kiválasztott kérdések azok a lecke során ki lesznek sugározva. Még egyszer, Kabbala tanulónk című könyv, a befejezés a Zohar, beszéd a Zohar befejezése alkalmából, mivel a szintek, ez a következő. Mivel a Zohar szerzőjének a szintje, azok a 125 foknak teljesen megfelelő magasságot értek el, ez viszont a tömeg számára nem érhető a mesiás ideje előtt, ezt követően, ezt megelőzően nincs kölcsönös elérés, csak a Zohar szerzői értéke ezt a szintet, és utána pedig a mesiás idejében élő emberre fogják elérni. Tehát a Zohar nem tárulhatott föl egyetlen generációnak sem, a mesiás generációját megelőzően. Ez világos, mondjuk? Tehát miért lett elrejtve a Zohar könyve? Azért, mert gyakorlatilag az generációk el kellett, hogy vezessenek a mi generációinkig, és a többieknek nem buszosuljuk erre a könyvre. Ezért nyilván ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy óvodábos gyereknek nem adjuk ugyanazt az anyagot, mint egy egyetemistának, tehát nyilvánvalóan valaki egy magas szinten álló tudós, aki Nobel-díjat kap éppen, azokat csak össze-vissza zavarjuk az embereket. Tehát nekünk úgy kell mindenre tekintenünk, hogy és a fizikusoknál is ezt láthatjuk. Tehát, hogyha mi tanítunk valakit, egy gyermeket, tehát például az Einstein teóriára, vagy egyfajta új teóriára, akkor megőrül, egy kisgyereket nem lehet ilyen dolgokra tanítani. Tehát lassan, meg kell, hogy szerezze valaki az edényeket arra, hogy meg tudja közelíteni ezt a tudományt, és tehát, hogy mennyi év kell ahhoz, hogy ezt kifejlesszük, ezeket az edényeket, hogy és előre tudjunk haladni ennek a megértésével. Ez nem egyszerű, nem minden elme tud ezzel megbirkózni rögtön, és ezért mindennek a fokozatosságra van szüksége. És ez a éretlenségnek a jelensége, és hogyha elkezdünk foglalkozni valamivel, amivel nem vagyunk még megérve, ugye a tömegek nem voltak erre megérve, a generációk nem voltak erre megérve, és ezért ne mondják azt, hogy ne tegyünk vakember elé akadályokat, mert ha valakor még nem látja az akadályt, és óra esik. Tehát nyilván meg kell lenni a lehetőségnek, hogy valaki előreadjon, de csak fokozatosan lehet megszerezni. Tehát valakinek meg kell érteni, hogy mi az, amit csinál, mi az, amivel foglalkozik. És annak a spirituális szintjét, ami a Szent Templomnak a szintje, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat, ugye ez nagyon fontos, és ezen keresztül egy elérésbe kell kerülni, hogy el kell innen a szeretetnek a szintjét, amelyet az elérésre egyáltalán írtak, hogy hogyan kell mindent megszervezni, hogyan fog a teremtő feltárulni, eznek megfelelően, hogyan kell ezt mind megszervezni, és hogyan kell kifejezni ezt, és ez nyilván a könyveken keresztül írták meg, de lehetetlen olyan emberekkel dolgozni, akik nem tudtak belépni még a számizet, nem tudtak belépni még ennek a megértésébe, mert számizetésben vannak 2000 éve esetleg, és csak napjainkban tárolódott föl mindez, és napjainkban viszont mindenki számára föltárolódott. És ez egy világos bizonyíték annak, hogy a mi generációnk az valóban a messiás generációja. Mi mondhatjuk, hogy minden magyarázat az a Zohar könyvének előttünk, az nem tudta letisztázni talán a 10%-ét sem a Zoharban elrejtett nehézségeknek. Ahhoz, hogy mi eljutottunk odáig, hogy tisztázni tudtuk, és a magyarázatok legalább olyan bonyolultaká váltak ezt megelőzően, mint a Zohar maga. Mit jelent az, hogy magyarázat? Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy magyarázat, mondja, nem tudjuk. Tehát végül is, amit Balaszolám írt, Balaszolám ugye, amiről beszél, a Zohárral kapcsolatosan, és amit mások is írtak a Zohárral kapcsolatban, nyilvánvalóan, ugye ez a 10 főre tanulmányának bevezetésében is, amit írt, hogy vagy aki már elérés volt, akkor megértette, de, és az írta, vagy írt valaki mindenféle hülyeséget a könyvről, de ő nem volt elérésében. Tehát akkor az, hogy valaki
elérésben volt, és úgy írta meg, hogy legalább olyan bonyolult volt, mint a Zohár maga, ez sem szolgált magyarázatul a szövegeknek. Tehát a szövegek magyarázata, és aztán az a kiegészítő fényében például a Zohár magyarázatokból jön, például a Szulám kommentárokból, amit Bál Szulám írt, azok még nagyobb reformáló fényt hoznak az ember számára. Világos? Értitek ezt? Tehát ez azt jelenti, hogy tehát mit is mond ő itt? Tehát, hogy arra van szükség, hogy fölemelkedjen valaki egy szintre, hogy közelebb kerüljön a könyv forrásához, és ebből a reformáló fény majd megérkezik, és elkezdődött korrigálni. Tehát újra és újra egyre magasabbra kell emelkedni, egyre közelebb kerüljön a könyvhöz, annak érdekében, hogy az ember a reformáló fény megszerzésére tudja használni. És aztán újra, és aztán újra. És ilyen módon 125 szinten keresztül kell emelkedni, és nyilvánvalóan a Zohár könyv és a Zohár kommentárok is ilyen módon kell, hogy megjelenjenek. És a létre annak érdekében, hogy mi fel tudjunk emelkedni a Zohár könyvének a különböző szintére, és használni tudjuk, és a még nagyobb reformált fényt tudjunk magunkra vonni, ehhez különleges emberkért, aki ezt megírta. Tehát még egyszer, ő írt egy Zohár kommentárt, az évek létre kommentárnak, mert a Zohár egyre magasabb szintje emel föl bennünket, és akkor a létrán, ugye, jó, mintha egy olyan könyvhöz emelkednék fel, ami egyre magasabb polcon van a könyvtárban. És minden alkalommal azt érezzük, hogy a Szulem kommentárok azok interpretációi és magyarázatai, letisztázásai mindennek, és a Szulám, ugye a Balhas Szulám szóból a Szulám, az létrát jelent, és ez azt jelenti, hogy a Zohár és a Szulám kommentárok együtt tudják gyakorlatilag kiadni azt, amit úgy hívunk, hogy a Zohár mindenkinek. Amikor eljutunk egy olyan állapotba, amikor a Midrásnak a nyelvezete és a Kabbala nyelvezete összekerül egybe, és ezen a módon én közel tudom magam vinni a szöveghez, a sóvárgáshoz, és ahhoz, hogy egyetlen cselekedetbe legyek. És akkor nem kell elképzelni magam sehol, az Édenkertben vagy máshol, de mégis tudom, hogy rólam, az én belsőségemről beszél a Zohár, hogy hogyan kell nekem az emberekhez, a csoporthoz kapcsolódnom. És hogy kell elképzelni magam spirituális állapotokban, ami túlmutat minden megszorításom, a szűrők fölött van, és amely segít a visszavert fény eléréséhez. És ilyen módon a helyes felfogása annak, amit írtak, az csak így lehetséges. Ezért, amit a Zohár írói tettek, mit tettek, ők világosan tették, hogy a könyv az elrejtés alá került, és egyedül a mi generációnk tudja helyes módon kezelni, mert megkaptuk a kulcsokat ahhoz, hogy tudjuk olvasni, és ez az, amit a Szulám kommentárok nélkül nem tudnánk elérni. Mert a Zohár könyvét nem lennénk képesek megragadni, nem tudnánk a reformáló fényt magunkra vonni belőle, és az a tény, hogy addig, amíg Bála Szulám nem írta meg ezeket a kommentárokat, emberek foglalkoztak az Zohár könyvével. Rabbi Moshe Avion, a melyik évszázadban, azt mondja, a 11. században. Tehát már több mint 1000 éve feltárult a Zohár. De hogyan használták? Nem tudták használni. Addig, amíg el nem jött az idő, amikor megmutathatjuk az embereknek, megjött Bálha Szulám, megérkezett, és megírta az ő kommentárjait, és az ő magyarázatai, létramagyarázatai minden egyes szinten, mind a 125 szinten megadják a képességet, hogy felemelkedjünk, és azon a szinten megértsük, mi van a könyve. Terence megérkezett, akkor jakokkát elő kell keríteni, mert ha nincs jakok, akkor angolul kell kérdezni. Nincs itt, akkor angolul fogsz kérdezni. Szeretném megérteni a Zohárnak a történetét. Tehát 2000 évvel ezelőtt eltűnt a Zohár. Na mindegy, 1800 éve, de mindegy, majdnem 2000. És akkor a keresztény vallás elkezdett megszületni. Van itt valami kapcsolat a kettő között?
Na, erre mit fog válaszolni, Ravu? Nincs a kettő között közvetlen kapcsolat, mivel a keresztény vallás az Rómában született, és nem Izraelben. A vallás maga Rómában született, és nem Izraelben. De innen indult, nem? Persze, magyarok, de a vallás maga, a hitrendszer és minden más dolog, az természetesen, tehát a következőként mondjuk, a zsidók, azok voltak az első keresztények, ugye? Ezt akarod mondani? Ez igaz, ez igaz. Na de van valami kapcsolat, hogy eltűnt az ohár és... Persze, az igaz, tehát ha azt kérdezed, akkor igaz. A tény, hogy az ohár el lett rejtve, és elkezdődött a számüzetés, nyilván a számüzetés ideje alatt az emberiségnek ki kellett fejleszteni a három vonalat, a számüzetés három vonalát, és a három vonala, a jobb vonal, ugye, azaz. Ugye a zsidóság a középső vonalat fejlesztett a vallásában, a jobb vonal lett a kereszténység, és a bal vonal lett az iszlám. És ilyen módon fejlődtek tovább, innen Izraelből. És többit ez nem hívhatod vallásnak. Csak ezt a hármat. Hát a buddhizmus, azok nem igazi vallások, mivel... Nincs egyetlen istenük. Nem teljesen világos, hogy hol van az Isten. Nincs valami szellemiség, ami egyetlen Isten hit alá kapcsolná ők össze. Hogy, tehát mit az, amit akarunk, ki az, ami irányít, mi az, amiben igazán hiszünk. Tehát a vallások, azok mindig megpróbálják ezt a... Ez mindig egy képen keresztül ragadják meg az Isten, és a többi dologban nincsen. Csak ebben a háromban van, és ezek egy helyről származnak. Ezeket hívjuk igazán hitnek. És ezeket hívjuk vallásoknak. Tehát ők mind a zsidóságból áramlottak ki. A hitük, a hitrendszerük is, de a legtöbbjük aztán az babiloni napokból származik, a legtöbb ilyen, ami még 1500 évvel előtte volt. Korábban, 1500 évvel még korábban. Babilon az, tehát még 1500 évvel előtte volt, mint amiről most beszélünk. Oké, tehát akkor a Zohár segít nekünk a reformálfény magunkra vonására, ezt mondjuk. Ariel még az előbb fordított nekünk egyébként, aki most fordít. Na, de akkor ezt csoportban kell tennünk, ugye? Igen. Na persze. Különben nem működik. Akkor mi nyitjuk ki az embereknek a Zohárt, mi nyitjuk ki az embereknek az utcán, akiknek nem lesz csoportjuk. Tehát akkor hogy nyitjuk ki az embereknek az utcán a Zohárt, az utca embereknek, akiknek nincs csak csoportjuk? Hát nekünk meg kell szervezni a csoportot nekik, mondja rá. Ezért beszélünk az integrált oktatásról. Oké, de aki nem tanult kabalát a Zohár által, az hasznos a Zohár nélkül a kabalát? Nem veszélyes ez? Rav? Nem, nem veszélyes, de hogy helyes módon tudják használni. Be kell lépniük a mi lecke sorozatainkba. Tehát a következő hónapokban mi kinyomtatjuk a Zohár mindenkinek könyvet. Nyilván aztán oroszul is meg fog jelenni, aztán angolul is. Ez a fejlesztődés, ez így fog működni. És aztán a maradék nyelveken is. És a leckéken keresztül majd fordításokat fognak kapni. És a helyi televíziókban, az interneten, és mindenütt elkezdjük terjeszteni, minden más nyelven. És mi megpróbáljuk lefordítani is, és magyarázatokat is fogunk adni hozzá. És az új épületben nekünk 9 nyelven lesz már fordítású, beleértve a franciát is. És a német fordítás is meg lesz szervezve.
Tehát akkor sok új ember érkezik a kongresszusra. És mi a Zohárt akarjuk tanulmányozni. Na, tehát a Zohár héberül van, mondja Rav. Tehát ezeknek az embereknek te le kell fordítani mindenek előtt. Tehát tehát azokat, akik beleértve, akik nem tudnak hébert, meg hányan vannak azok, hogy tudnak, de nem tudják használni ezt a nyelvet rendesen. Tehát nyilvánvalóan ezeket vegyük figyelembe mind. Ezért kell nekünk több ezer másodot csinálni, mert a legtöbb használunk az Izraelben van. Tenesz megpróbált egy kicsit okoskodni, ez most annyira nem jött össze. Kérdeztél? Nem akarsz kérdezni? Most nem értem, mit akarsz. Én szeretném megérteni, hogy ez a generáció hogy fog különös módon a Zohár felé fordulni. Hogyha egyfelől ez a generáció jobban készen áll erre, hogy megértse, hogy ezt az absztrakt elképzeléseket jobban megragadják, akkor nekik egyre könnyebben kéne ezt fölfogni, nem? És ezt nem így látjuk. Rav. Mit nevez, mi az, amit úgy hívunk, hogy törött világ? Ezt fedezzük most föl. Ez az, hogy a mi világunkban hogy használjuk az egónkat, annak itt most véget ért az első felhasználási módja. Tehát egyszerűen nem tudjuk az egót tovább növelni annak mértékében, ami már föltárult eddig, mert ez a halálos vég. Tehát valóban elértünk egy állapotot, ahol ez a fejlődés megállt. Ahol valóban elvesztettünk mindent. Az egész emberiség vesztes lehet. A proféták világosan megmondták, hogyha mi ezen az úton megyünk tovább, akkor... és nem kezdünk el úgy együttműködni, mert Zohár beszél, akkor mit várhatunk? Megmondták feketén-fehéren. És ez le van írva minden proféciában, a Bibliában, minden bele van írva. És egy olyan módon van, hogy inkább Isten mentsen, hogy ez valósuljon meg. Ez valóban, ez egy katasztrófa lenne. Ugye, akkor jön a harmadik világháború, erről válaszolom is írt, aztán a negyedik, és egész addig, amíg nem kezdünk el valamit. Na de valóban a harmadik világháború után mi maradna, mondja Rav. Tehát mit jelent az, hogy világháború? A világ az most nem azt jelenti, mint régen, hogy Európában volt egy háború, és akkor ott valami történik. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki Kína, Japán ellen, Észak-Korea, Dél-Korea ellen, mindenki mindenki ellen harcolna. Tehát az egész világ mindenki ellen harcolna. És a kérdés akkor nagyon egyszerű, hogyha... tehát mi az, amit most... tehát egy ilyenfajta zuhanás, amiben vagyunk. És annak érdekében, hogy mi tudjuk korrigálni ezt a hatalmas törést, a legnagyobb fényre van szükségünk. Tehát ez ilyen sötétség ellen még nagyobb fényre van szükségünk. Fény és sötétség. Hogyan lehetséges az, hogy ez összekapcsolódjon? Tehát mi az, ami hiányzik? A csoport megvan. Ugye a szulám kommentárok, azok adnak egy kapcsolatot a gyökér és azok között, akik össze akarnak kapcsolódni a fénnyel, mivel ez leírja a mi számunkra a mi belső állapotainkat, azokat az állapotokat, amelyeket leír a Zohár, mint külső történeteket, és nekünk ezt a világhoz kell kapcsolni. Ezeket a belső megkülönböztetéseket, ezeket külső képekként kell a világhoz kapcsolnunk, és akkor mi összetudunk tapadni a szöveggel magával. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ezáltal valójában nem a spiritualitásról beszélünk, hanem a mi belső világunkról. És akkor lassan, lassan tisztázódik az emberben. Tehát ezt a saját tapasztalatom mondom, hogy minden a helyére kerül. Tehát
mi nem tudunk a Zohar nélkül és a Szulán kommentárok nélkül előbe lépni, és ezért nekünk valóban össze kell kapcsolódni a legnagyobb fénnyel, amivel csak képesek vagyunk, és az egész emberi egót korrigálni kell. A Zohar az képes, sokkal többre is képes, mert akkor, ami nyilvánvalóan az egoista vágyunkon belül tárul föl minden, és akkor még nem beszéltünk spirituális vágyról, hiszen itt a bestiális vágyról tanulunk, amikor mi elkezdünk felmászni a spirituális szinteken, a létrán, a szulámon, minden alkalommal egyre mélyebb és mélyebb vágy tárul majd föl, és ez a középső pont, tehát nekünk ellenünk kell haladni az emelkedéssel, tehát a Zohar azokról a pontokról beszél, azokról a szintekről, amire be kell szállnunk a vágyaink mélyére, hogy felemelkedhessünk a spirituális világban. Tehát itt változásokra van szükség. A kérdés az, mondja Benzi, folytatja a kérdés, hogy a mi generációnk képessége, hogy a Zohárt helyes módon használjuk, Rav közbeszólt, mi elkezdünk leckéket adni, tanítani, kétszer egy nap is tanulunk mi is, reggel és este, elkezdjük tanulni a bevezetést, azonnal, lehet, hogy már most a kongresszus előtt is, de a kongresszus után biztos, mi elkezdjük azonnal sugározni a Zohárt, a bevezetőt és a Zohár bevezetőjét, amit Rabas velem kezdett el tanítani egyéni módon, és amikor bekerültem a csoportba, ezt tanultuk először, és még egyszer, talán mi keresztül megyünk a Zohár bevezetőjén, az imákon, és a válaszokon, ez két nagy cikk, és kiválasztott darabokat fogunk tanulni a Zohárból, elkezdünk közelebb kerülni ez a könyvhöz mindenféle irányból és forrásból, hogy felfogjuk, hogy jobban megértsük mindenféle módon, egészen addig, amíg a mi érzékenységünk ki nem fejlődik, fel nem emelkedik, és el nem kezdjük érezni. Nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, hogy amíg meg nem jelenik előttünk egy komplexitás, tehát, hogy ott van a teljes ételsor, amit a Zohár jelent, föl nem tárul, és mindegyikből ki tudjatok venni egy kis darabot. Hú, ez a paradicsom ízét érzem ebben meg a másik kaja összetevő ízét érzem. És akkor ez a nagyon is izgalmas étel ízét el nem kezdjük érezni. És hogy ez azt jelenti, hogy mi egyre közelebb kerüljünk ahhoz a fajta ételhez, ami nagyon nehéz megismerni, nagyon nehéz megmondani. Nagyon komplex ízt ad. És egy kicsiny kanállal kell kóstolgatni csak. Hogy mivel kell, hogy kell kezdeni megkóstolni ezt. És ilyen módon ki kell, hogy épüljön a megközelítésnek a módja bennünk, hogy megértsük, hogy mi ez a sárga cucca kajában, mi ez a piros. És így tovább. És ennek a színeknek megfelelően, a szagoknak megfelelően, az illatoknak megfelelően, bocsánat, mert szaga másnak van. Tehát az illatoknak megfelelően, hogyan juthatunk el közelebb a Zohárhoz. És ez nagyon komplex dolog. Ez olyan, mint az élet. Hogyan tudunk belekerülni ebbe? És hogy hogyan tudjuk mindezt érezni belül? Nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam ezt. Tehát nekünk bele kell lépni belülre a Zohárba. De így fogunk előre adni. A Zohárban ugye három vonalon kell dolgozunk, illetve a Gálgátvány nem is az Ahab kapcsolata. Ez hogyan jelenik meg a Zohárban? Tehát akkor elmagyarázná ezt egy kicsit részletesebben? Nekünk a széles nagyközönség számára úgy kell kiválasztanunk a
leckéket a tömegek számára. Lehet, hogy tényleg előre kiválasztott darabokat kell betennünk a leckékbe, mivel mert a kabala bölcsességét azt ugye abból tudjuk, hogy a Zohárnak megfelelő tanítása a kabalának ugye párhuzamosan kurzusokon jelenhetne meg, és ehhez kell a bevezető a Zohár könyvébe, amit ugye ő írt, amire egyébként nemrég mentünk át, ha emlékeztek rá, Zsolt lefordította, tehát ez nekünk megvan magyarul. Tehát, és ilyen módon kell megközelítenünk a Zohárt. És a Szulám kommentárok, amik már a Zohárhoz vannak fűzve, a Ptichát nézve, tehát a Zohár könyvének a bevezetője az egy irányultságot ad, hogy hogyan tudjuk ideológiai módon megközelíteni a Zohárt, és azokat a struktúrákat, amelyeket a Zohár elmagyaráz, és a Zohár először a Zohárhoz ugye a valóságérzékelést másképp nyitja ki, hogyan írja mindez le az érzéseket, a szinteket, a színeket, a hangokat, az ízeket, a távolságokat, az időt, hogy mindez hogyan transformálódik egy új mértékké, amin keresztül be tudunk lépni a spirituális világba. Tehát, hogy képesek legyünk belépni a Zohár könyvének egy érzékelésébe, és hogy ne egy ilyen mágikus erdőben sétálgassunk, ahol nem értünk semmit, amiről szó van. És hogy miről szól a mese, tehát nekünk fel kell készülnünk arra, hogy ezt pontosan és jól interpretáljuk. Akkor az egész emberiségnek tanítani fogjuk a Zohárt és a Zohár bevezetőjét? Én ezt nem tudom, magyarabb. Én ezt teljes komolysággal mondom, nem tudom. Ez még nem tárult fel. Ami azon belül, amit most még láthatok, ezt nem látom. Ez nem világos a számomra. Egy dolog világos a számomra, hogy nekünk ebben az évben, ami jön, ki kell fejlesztenünk az integrálódást nagy erővel, teljes mértékben, be kell indítanunk, és úgy kell megvizsgálnunk és működtetnünk, hogy is mondjam, és úgy kell alkalmaznunk önmagunk által is, hogy képesek legyünk letesztelni, hogy működik, korrigálni tudjuk, mindenféle szint upgrade-et tudjuk alkalmazni, tehát felülírjuk a kell, és ilyen módon elkezdjünk a széles közönséggel is együttműködni. És akkor egy ilyen pilot projektet kell valahol kipróbálni, egy bevezető projektet, és akkor a tapasztalataink alapján tudunk majd elkezdeni tényleg nagy, széles mértékben terjeszteni. Én nem gondolom, hogy talán következő év szeptemberig túl nagy drámai sok fog történni. Tehát a 2014 lett az az év, amivel kiléphetünk a gyakorlati dolgokkal a világba, mert ott elég sok fog még történni ahhoz az emberiséggel, hogy ők képesek legyenek ezt felfogni. Tehát nekik szükségük lesz arra, hogy mi kilépjünk, és ezért 2014-ben nekünk el kell kezdeni, és valamikor 2014-ben sokkal hatásosabb módon kell, hatékonyabb módon kell megszervezni magunkat, és akkor ennek megfelelően vagy magunk is tanulunk, és másokat is tanulunk az interaktatáson keresztül, a Zohár könyvének megfelelően, pedig bevisszük a Zohárnak bizonyos részeit. A Zohár könyve ez egy trend, ugye, ami
Tehát nem tudom még magyarabb, nem tudom. És nem is akarom tudni ezt, mert túl messze van ez még. A folyamat, amit ismerünk, ezt tudjuk, hogy hogyan fejlődik a megszületési vágy, mi látjuk, hogy a proféták mit csináltak. Tehát ők azt mondták, hogyha nem lépünk be ebbe a dologba, hogyha nem kezdjük el magyarázni, hogy a természet hogyan fejlődik, és mit kell a természetben működtetni, akkor olyan fajta csapások fognak érkezni, amik teljes egészében a véghez vezetnek bennünket. De mielőtt az emberiség kipusztulna, nekünk mindenféle cselekedetek fognak megjelenni, és nekünk ezen a fajta módon ezt egyszerűen az embereket a jó irányba kell, a cél irányba kell fejleszteni, és ezek a proféciában megjelennek ezek a problémák. És a proféták könyvében megjelennek, tehát. Csak ezen a módon, ami nem is feltétlenül rajtunk múlik. Mi az, ami rajtunk múlik? Az, ami rajtunk múlik, ugye itt a szabad akarat van, tehát senki máson nem múlik, a mi szabad akaratunk is múlik, hogy akarunk ebben részt venni. Hát senki más nem tud, de csak aki valamilyen módon kapcsolatban van, tehát a szerencsemondók ugye mit mondanak? Tehát valóban azok az emberek, akik ismertek a világon, és megpróbálnak előre tekinteni, mi fog történni az emberiségben. Tehát ők megmondják, hogy ez meg ez fog történni, így és így fog a világ előre haladni. Tehát nagyon sokan beszélnek pontosan arról, hogy milyen óriási problémák vannak feltárulni, és nekünk úgy kell felfogni ezeket a dolgokat, mert az ember nem tudja felismerni, tudnunk kell, hogy az ember nem tudja felismerni, hogy valójában mi történik vele addig, amíg nem lép be a spirituális feltárulásba. És ezért a szabad akarat valóban csak akkor fog megnyilvánulni, amikor az ember spirituális döntéseket tud hozni. Tehát a teremtő túl van téren és időn, és mi nem tudunk róla semmit. Mert az emberek képtelenek feltárni bármit, a hétköznapi emberről beszélünk. Tehát aki feltárja a teremtőt a végső korrekción, az csak az lehet, aki a spiritás út, erre a spiritás útra lép. De közben én nem tudom elképzelni, hogy önmagam hogy tanítotok valakit Kainról, Énokról és egyéb dolgokról, akinek semmilyen felfogása nincs. Miért mondja rá? Tehát hogy tudjuk közelebb vinni őket, a hétköznapi embereket ehhez, hogy annak érdekében tanítani tudjuk őket. Nem, mi nem erről beszélünk, egyáltalán nem erről beszélünk, mondja. A széles nagy közönség a tömegeknek, amikor az arkönyvét elkezdett tanítani, akkor nem feltétlenül ezt kezdett el magyarázni nekik. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy az interaktatáson keresztül magunkra vonjuk, és csatlakozzunk, olyan cikkeken keresztül vonjuk magunkra az emberek figyelmét, amelyek a szabad akaratról szólnak, amelyek a folyamatról beszélnek, az elképzelésről, hogy lehet a belső elképzeléseket megóvni, tehát teljesen más történetekről szólnak. Tehát, hogy a külsőség és a belsőség hogyan válik majd elfogadható az emberek számára, a helyes módon. És azok az emberek, akik bajban vannak, akik előre akarnak haladni, mert látják, hogy bajban vannak, akik megértették azt, hogy ezek a szövegek megmagyarázzák a számukra az új állapotokat, azok fognak elsősorban csatlakozni hozzánk. Ez az, amiért fel kell készítenünk az anyagainkat, amikor a felkészüléseket kell tartani. Az, hogy valamilyen értelemben közelebb vigyem az embereket ehhez, itt csak erről van szó, én csak erre céloztam. Tehát nekünk a szövegeket ilyen módon kell feldolgozni, és nekünk arra van szükségünk, hogy megtisztítsuk a szövegeket a teremtő meg az egyéb ilyen fogalmaktól, ami csak problémákat okozhatnának. És a teljes spirituális világ, amit 99% felé szeretnénk eljutatni, vagy megcímezni, bocsánat, meg kell frissítenem az internetet. They have no connection to this.
akinek nincsen kapcsolata vele, nyilván olyanoknak embereknek kell elvinni. Őknek nincsen igazából belső vágyuk. Tehát az istenségről nem kell nekik mondani igazából semmit. A fejük nem ebben működik. Nekik nem kell új vallást alapítanunk, nekik nem kell vallást alapítanunk. Mit gondoltok erről? Tehát a legjobb az, ha kijönnénk a jelenlegi vallásokból is, de nyilván nagyon nehéz. Hát mit adnak ezek a lehetőség, mit adnak ezek a mostani vallások ezeknek az embereknek? Amit Bala Szulám elmagyaráz a vallások lényegében, az pontosan az, hogy hogy a vallás az hogyan fogja az embert eljuttatni a következő szint felfedezéséhez, azaz a felső erőhöz. Nem szól másról a vallás. És nincs is más feladata. Igen. A török srác fog kérdezni. Ne. Tehát nagyon sok forrás van manapság, ami a Zoharról beszél. Sok forrás van. Már 97-ben jelent meg az első török könyv például a Zoharról. Hogyan tudjuk azt elérni, hogy egy tanuló az a helyes módon tanulmányozza ezt, egy idegen ember? Tehát hogyan tudja valaki a Learning Centeren belül biztosítani, hogy a helyes módon tanuljon? Tehát mi a jele annak, hogy valaki jól tanulja a Zohárt? Te a Zohár könyvének tanulásról beszélsz, ugye? Igen. Hogyha mi tanítani akarunk embereket, a kampuszokban és más kurzusokban. Én nem látok semmilyen különbséget a török tanulók, az orosz és egyéb tanulók között. Hát ha megnézed Moszkvát, Kijevet, Torontót, hát nézzétek meg, hogy hány ember van az egész világon, semmilyen különbség nincs. Bár azok között, akik most tanulnak. Miután az ember készen áll a tanulásra, akkor nem értem a kérdésedet, mondja a rab. Most, hogyan tudjuk mi elmagyarázni egy tanulónak, hogy helyes módon kell tanulni? Mindegy, mit tanult, hogy török vagy nem török, de rab félreértett a kérdést egyébként, gyanítom. Azért, mert itt annyi fajta forrás van a Zoharról. Valaki kap a Learning Centerben néhány órát, és mellette meg mindenféle idegen könyvekkel van tele, hülyeségekkel a könyvesból. Uram, mondja Rav. Musa. Hát gyerünk. Musa az a Mózes név, nem? Te vezető vagy. Te vagy a török Mózes, mondja neki. Tehát neked, különösen neked, aki vezető vagy, aki a török csoportot kell, hogy irányíts és vezesse. Ez valóban, ez a legitimitáson múlik, hogy amikor belép valaki, akkor megérzi a spirituális érzés belőled, vagy nem? Tehát a maximum előtti néhány lépéssel valóban, nem tudom, hogy mondjam, egy tapasztalt emberré kell válnod, meg kell, és a lolismát meg kell, hogy tapasztalja rajtad keresztül. Tehát, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami nem helyes, hogy mik az abszolút törvények, ez az én helyem, és ezt akarom csinálni, és ezzel akarok összekapcsolni. Tehát ugye a maximum előtti néhány lépésről beszélünk, amikor már közel állsz hozzá, és amikor valaki valóban, akkor nem tudja magát becsapni többet, mert te vagy igaz mert akkor az embert egy állandó benyomás fog érni belőled. És akkor néha erre ráébredünk, de általában pedig nem. És ahogy közelebb kerülünk a maximumhoz, ahogy egyre közelebb kerülsz a határvonalhoz, amikor a fény egyre erőteljesebben elkezd ragyogni rajtad, akkor a felső fénynek a befolyása miatt az ember elkezd kiépíteni egy megfelelő döntési lehetőséget, hogy ez igaz, ez meg nem igaz. És akkor látni fogod, hogy ez az igazság gyönyörű, és nekem ezt kell választani. És ez jelző, hogy közelebb kerülsz a maximumhoz. Mert a maximum közelsége
a csoport által érhető el, és amilyen mértékben de képes vagy az interaktatásba beléptetni az embereket, ők elkezdik érezni ezt a fejlődést, és az, hogy az erőfeszítést tesznek a határvonal felé, a maximum felé, és egyre gyorsulni akar, meg akarja tudni az igazságot. Ezért nekünk nem kell tenni igazából sokkal komolyabb dolgot, mint az, hogy valóban kötelezni kell őket, hogy menjenek át az integrális oktatási kurzuson. Lényegtelen, hogy mit tud, vagy mit nem tud, mennyit tanult előtte, mennyit nem. Mi ment át előtte, mi nem. Mert csak azzal, hogy a megfelelő módon foglalkozik ezzel, és ugye nyilvánvalóan átadod másnak ugye ezt a tudást, akkor ő elkezdi magát szégyelni amiatt, hogy milyen fény érte őt, és ilyen módon képes lesz előre feledni, és elkezdi érezni az igazságot. Önmagán belül, a saját döntéseim belül. Tehát akkor nem fogja magát becsapni. Tehát nekünk be kell lépnünk abba, tehát a kabala tanulása ez nem elegendő. Tehát figyeljetek, az ember, van, aki 50 éve itt tanul, vagy 15 éve itt tanul, és foglalkozik ezzel ezzel a tanulással, de ha nem megy ki az embereket tanítani, és ugye akkor ugyanazt csinálja, mint a politikusok, mert akkor, tehát nekünk ki kell lépnünk a gyakorlati alkalmazásába a kabalának, ez pedig a tömegek számára ki kell próbálni, hogy működik. És ugyanabban a folyamatban kell helyezni magunkat, mint minden más generáció. Először, utána pedig, jó néhány évvel ezelőtt már megmondtam, hogy a teljes előrehaladásunk attól fog csak függeni, hogy ki tudunk-e lépni a tömeg felé. Ez egy felkészülés, amit eddig csináltunk. És most jön a valódi dolog. 2014-től ki kell lépnünk a gyakorlati tanulásba, és el kell kezdenünk alkalmazni a gyakorlati kabalát, a teremtés tervét meg kell valósítani. És hogyan? Hogy megszervezzük magunkat, csoportban szervezzük magunkat, hogy elkezdjünk mindent. Hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat. Van az oktatás, ami ugyanaz, mint a kabala bölcsessége minden szempontból. A teljes alkalmazás annak, amit Rabasi és Bászulám tanított nekünk. De nyilvánvalóan a külső tömegek felé olyan módon kell megfogalmazni, hogy egy nagyon más módon kell megfogalmazni. Rav rajzol, mindjárt keresgéle a ceruzát. Tehát nyilvánvalóan az isteni szint emlegetésétől tartózkodni kell, mert nem értenek belőle úgyse semmit. Nézd. Tehát itt vannak a megszerzési vágynak a különböző szintjei. Itt fölül pedig a spirituális szintek. Ha ez a világhoz közeli módon akarsz lenni, ezen a szintén a keménységnek, ez a legkisebb keménység, akkor ezt a fajta fényt fogod megkapni ott fönn, azt a zöldet, a spirituális szintből. Ezt nevezzük úgy, hogy interaktatás. Itt kell mozognunk együtt az emberekkel. Ide kell őket felüttetni. Azt a fényt megkapni, a zöldet. Ez az interaktatás. Egy pici ego. Tehát egy picike ego. És ott fönn pedig egy picike jó. Csak egy kicsi. Itt nem kell emlegetni teremtőt, semmit. Itt van a plusz, itt meg a mínusz. Kész. Ennyi. Tehát akkor a kabala bölcsességről beszélsz, akkor az összes többi réteg annak érdekében, hogy mindenkit magunkhoz kapcsoljunk, hogyha őket is hozzá akarunk kapcsolni mindenhez, akkor nyilvánvalóan akkor egyre mélyebben kell a gonosz hajlamnak feltárulnia. A kapcsolat ellenében. Okay, this is the main thing
Itt ez, tehát a legfontosabb dolog, ami fel kell tárulni, a gonosz hajlam. És amilyen mértékben még képesek vagyunk egyesíteni ezeket az embereket is, tudjuk korrigálni a saját ahapunkban lévő keménységet, és ugye ott a második szintről már oda tudunk emelkedni, őket is oda tudjuk emelkedni, a harmadikra amoda, a negyedikről amoda. Tehát... És ezt nevezzük Kabbala bölcsességének, amikor már ide is föl tudjuk emelni őket. Az interaktatás azt a kis kék-piros cuccot csinálja, a Kabbala bölcsessége pedig a legmagasabb szintre emelkedik, mert az a teremtő feltárulása. Tehát az egyik az nem lehet a másik nélkül meg, ezek össze vannak kapcsolódva. Mivel ez ezen a módon működik, és a Kabbala bölcsességét megelőzően, mielőtt azt kinyitnánk az embereknek mindent a Kabbalából, látnunk kell, hogy mennyien lépnek be ezen az első szinten. De nyilván ez fokozatosan fog megtörténni, magyarabb. Meg kell tanítani nekik a felső gondviselőknek a struktúráit, és a spirituális világnak a működését, a belső természetünket, a szándékokat és a vágyakat, hogy hogyan működik a vágy, hogyan működik a megszorítás, a szűrő, a visszafért. Ezek pszichológiaként kell tanítani. Ezeket pszichológiai módon kell elmagyarázni, lassan, fokozatosan. És akkor úgy, hogy közben használjuk, egyre jobban használjuk a Kabbala bölcsességét, de annélkül, hogy említenek a Kabbalát. Tehát, hogy hogyan nyílnak fel a vágy, hogyan nyílnak meg a képességek, a kapcsolatunk keresztül, másokon való kapcsolatunk keresztül, hogyan tárul föl minden, hogyan fedezünk fel a kapcsolatban erőket, melyek egyesítenek bennünket, hívjuk teremtőnek, vagy hívjuk integrált erőnek, vagy hívjuk, aminek akarjuk. Van itt valami különbség? Tehát ezért én nem látok itt semmilyen gondot, csak arra van szükségünk, hogy elkezdjük. Akkor eljött a vége. Bejelentések, mi befejezzük. Holnap lesz itt az utolsó lecke? Holnap lesz ebből az épületből az utolsó lecke. Aztán helyet váltunk, és valószínűleg szerencsét is, mondja. Tehát egy jobb jövőt építünk együtt az új épületben, és nézzük meg egy rövid klipet. 9 nap a Maximilian utcán van egy 4 emeletes épület, ezt az épületet a barátok építik hatalmas örömmel, amely az egész világot szeretettel fog ellátni. Érzed már végét? Nem. Az a baj, hogy a hatalmas izgalom és hatalmas örömmel csinálom mindent, és amikor elkészülünk, ez a végéhez ér. Tehát aki eljött hozzánk szívvel és lélekkel, nagyon izgalmas látni. Tehát néhány hónapja jöttünk ide, és kezdtük el építeni az épületet, és most érezhetjük, hogy valóban élettel töltöttük meg ezt az üres téglafalakat. És akkor vége a leckének.